az egyházat és általa a világ minden népét a mai napon a szentek kiálasztásával megszentelted. Kedves testvérek, mit jelent az, hogy az Isten a lélek által megszentel bennünket? A mai első olvasmányban arról hallottunk, hogy az apostolok együtt voltak az emeleti teremben. Ott van még a szűzanyos, olyan Lukács leírja, 12-en van. Azt mondja a modern pszichológia, hogy a legjobb számú közösség, az pont a 12. Tökéletes, nem hiányzik semmi. Júdás sincs ott, aki kiesett, aki elárulta az Urat. Nem hiányzik nekik már semmi. Egy ilyen kis szekta. És mégis, amikor a lélek megérkezik, akkor egy nagy szélvihar támad. A szélvihar bár nem látható, de mégis kinyitja az apostolokat, és a Jeruzsálemben felzarándokoló több mint 5000 férfi a világ minden népéből hirtelen saját maga nyelvén érti ennek a önmagából kitárulkozó, a költ kinyitó apostoloknak a szavát. Kedves testvérek, a megszentelésben azt látjuk, hogy az apostolok bátorítást kapnak. A szélvész olyan, mint ez a szélvész, a lélek olyan, mint az élet hajójának a vitorlába be tudjuk fogni a szelet. És már egy bátorítást kaptunk arra, hogy az életet tovább éljük. Az apostolok ezt a bátorítást megkapták, a szél befogta a vitorlájukat, és ők beleálltak ebbe a bátorításba, ebbe a szélbe, és tovább ajándékozták ezt a bátorítást, és megtérítettek több mint 5000 ember. Kedvesek, azt látjuk, hogy a megszentelés az nem saját kútfőnkből fakad, hanem Isten bátorítja az apostolokat, megnyílnak és bátorítanak másokat. És így elmondhatjuk, tesők, hogy a megszentelés azt jelenti, hogy valaki mellett ott tudok állni, mint ez a láthatatlan szél a vitorlájában. A megszentelés, aminek a jele, hogy egyben maradtak mégis az apostolok, és bár az 5000 ember a világ minden tájáról Jeruzsálembe ment, vagy felzarándokolt, és pünkölt után hazament, és bár fizikailag nagy távolságok választották el őket egymástól, de mégis egyek tudtak maradni. Hogyan? Épp a lélek által, a lélek szeme által, a bátorítás által, testvérek. Nyilván sokszor a bátorítás lehetett szó, de a bátorítás sokszor tényleg olyan, mint a léleknek a szeme, hogy nem látjuk azt, aki mégis mellettünk van, és puszta jelenlétével azzal, hogy mellettünk áll, bátorít bennünket. És van itt esetleg még egy valami, ami a kereszténységre annyira jellemző. Őt a föld minden népéből felzarándokoltak a hívő zsidók, vagyis hogy nincsen egyetlen egy alsóbb rendű nép sem, Isten mindenkit felkarol. Hogy ez a bátorítás azt jelenti keresztény értelemben, hogy a keresztény ember mindig észreveszi a gyengépet. De a kereszténységben ez olyan saját, hogy mindig észreveszi azt, akinek az életéből kifogyott a szusz, akinek a vitolájában már nincsen szél. És képesek vagyunk a magunk tapasztalatából, Krisztussal való tapasztalatából mellé állni, szóval, tettel, de pusztán a látható jelenlétünkkel is a gyengébet, az elesettebbet felkarolni. A szél mellett ott van még a mai napon a tűz is. Lábnyelvek jelennek meg az apostolok feje fölött. És tudjátok, bár az olvasmány nem írja, hogy esetleg különböző lábnyelvek lettek volna, de az apostolok nem kezdték el méricskélni egymásnak a lábnyelvét. Sőt, amikor a számtalan nyelvű zsidók előtt beszélnek, akkor nem osztották szét maguk között, hogy akkor Péter a rómaiakhoz beszél, mert a műveltebbek, vagy János a krétaiaknak, mert azon gazdag kikötőváros volt, és ő biztosan majd valami haszonra tesz szert. Az egység, ami ennek a megszentelésnek a következménye, de se nem csak a bátorításból áll, de abból is, hogy a Szentlélek, mint a tűz, kiírtja belőlünk a viszálykodást, az irítséget.
És ehelyett az apostolok nem azzal voltak elfoglalva, hogy kinek mekkora a lábnyelve, hanem azzal voltak elfoglalva, hogy mindenkinek van lábnyelve. Hogy a Szentlélek valóban arra hív testvérek, hogy az Istenben, akit a Szentlélek nekünk ajándékozott, hogy valóban lássuk meg, hogy milyen nagy ajándékot kaptunk, hogy beleálltunk mi is ebben a nagy ajándékozási folyamatban. Hogy a Szentlélekben az Isten kaptuk meg. És ez a tapasztalat arra hív bennünket, hogy legyünk megelégedett keresztények. Olyanok, akik nem azt nézik, hogy nekem mind nincsen, és másnak milyen van. Vegyem észre az ajándékot, vegyem észre, hogy a Szentlélekben az Isten kaptam meg. És így valósulhat meg a megszentelés, hogy együtt tudunk maradni, hogy bátorítjuk a gyengébet, felkaroljuk, azt, hogy meg az életéből kifogyott a szusz, és nem irigykedünk egymásra, mert mindnyájunkat egy lélek töltött be. A megszentelés azt is jelenti, tessék, amit a Szentleckében látunk, hogy Pál apostol az egyházat egy nagy, vagy az egyházat egy testhez hasonlítja. Minden testnek, ahogyan mondja Pál, megvannak a tagjai, és ezek a tagok egyek. De mit jelent ez? Mit jelent ez, hogy a lélek betölti ezt a testet? Mit jelent az, hogy a tagok egymással valamilyen viszonyban vannak? Egy angol-tiszti plébánián történt, hogy Szent Jónást hirdettem meg. Mert gondoltam rá, hogy 2 év után bizony vannak olyanok, akik még mindig nem gyóntak meg. Vagy hogy most lehetett visszajönni a templomba, és akkor lehet élni a lehetőséggel, hogy akkor a másik és a harmadik hullám miatt elmaradt bűnöket le lehet tenni. És erre még a prédikációban is felkészültem a múlt héten. És már meghirdettem a Szent Jónás testvérek, ezen az antarktiszi plébánián kevesen jöttek el mégis. Vagy csak azok jöttek el, akik amúgy is el szoktak jönni. És ilyenkor milyen érzések támadnak az emberben? Hát, hogyha ezek az antarktiszi plébánek a lakói ennyire közömbösek a legnagyobb ajándékkal az Istennel szemben, hát akkor majd én is ilyen leszek. Vagy mindig csak az van, hogy az atyának meg lehet mondani mindent, és akkor vannak ilyen mosolyszünetek, hogy akkor haragszok az atyára, mert valami olyasmit mondod, és én nem mondhatom meg. És feljöttesek ezek a teljesen emberi, és talán még a pedagógiai szempontból is teljesen logikus érzések. Hogy akkor, ha ezek úgy, akkor én is így, akkor én is úgy. De a lélek testvérek nem ilyen. A Szentlélek, amikor a Pál apostol azt mondja, hogy ez az egyház egy test, akkor nem arról szól, hogy nem tudja a bal kéz mit tesz a jobb. Hogy Jézus a jobb kéz, és én pedig a bal, és akkor nem tudom, hogy mit tenne Jézus. Éppen a Szentlélek adja meg nekünk testvérek azt a lehetőséget, hogy a testvérek, hát a Szentlélek az a Jézusnak a lelke. Mi Jézusnak az érzéseit, Jézusnak a gondolatait kaptuk meg a Szentlélekben. És valóban el kell nekem gondolkodni azon, hogy amikor én vagyok Jézussal közömbös, amikor én viselkedek Jézussal úgy, ahogy az antarktiszi plébánia hívei velem viselkedtek, akkor Jézusnál milyen Jézust tapasztaltam meg? Olyan Jézus, aki letolja az embereket, aki majd jól elküld az utamra. Olyan Jézus, aki veszekedni fog, aki mosolyszünetet ismer, aki bosszú álló. Éppen a legmélyebb pillanataimban életünk bűnösségét megtapasztalva ismerjük fel, testvérek, Jézusnak az arcát. Ismerjük fel, hogy Jézus valóban, amikor mi közömbösek vagyunk vele, hogy ő türelmes, hogy ő irgalmas, hogy ő nem rója fel a rosszat. Ismerjük fel, tessék, azokat az erényeket, amely olyan, mint a lélek, hogy láthatatlan. Mert igen, nyilván könnyebb benne kiadni magamból a keserűséget. De sokkal, de a szeretet útja nem ez, hanem az, hogy továbbra is, mint Jézus velem, türelmes vagyok, hogy irgalmas vagyok, hogy megértő vagyok. És így elmondhatjuk, testvérek, hogy a lélek, Jézusnak a lelke mindig
amikor Jézusból valamit felismerünk, valami erényt, hogy Jézus velünk milyen, és ez a Jézusnak az érzése, gondolata velünk, hogy ez élővé lesz a mi életünkben, ez a lélek, ez a szent lélek, aki Jézusnak az érzése, Jézusnak a gondolata. És csak olvassuk el, hogy Pál apostol az első korintusi levélben, hogy milyen Jézusi erényeket sorol fel. Azt mondja, hogy a léleknek a gyümölcsei, ezek a szeretet, az öröm, a békesség, a türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelítség, önmegtartóztatás. Hogy valahol ezekben az erényekben, amikor Jézussal kapcsolatban, Jézusban felismerik ezeket, Jézus arca kristályozódik ki előttünk. Ez az az erény, amelyet te azért művelsz, mert Jézus veled is ilyen volt, testvérek, ez a lélek gyümölcse. És a harmadik útja a megszentelésnek, vagy a harmadik módja a megszentelésnek, ez még a mai evangéliumban tárul fel előttünk, ahol János evangélista azt írja, hogy Jézus rálehelte az apostolokra a szent lelket. Rálehelte az apostolokra a lelket. És nyilván eszünkbe juthat, amikor Isten megteremti az embert, és az embernek az orrába beleleheli az Isten az életet. De testvérek, itt azért többről van szó. Itt arról van szó, hogy a feltámadt Krisztus a maga lelkét leheli be az emberbe. És mit jelent ez? Két hasonlatot hoztam nektek ide, testvérek. Az egyik, tudjátok jól, hogy én városi gyerek vagyok, és amikor 10 évvel ezelőtt falura kerültem, akkor egyik szomszédom áthívott magához, és volt neki a kedve nagy hordója. Azt mondta, hogy atya, most amikor feljött a hordót, jó mélyen szagoljon bele. Fejtotta a hordót, és én jó mélyen beleszagoltam. És hát agyan abban a pillanatban kiderült, hogy egy jó, több gyümölcsből álló cefre volt benne. De tessék, mind a mai napig, itt hátul, tudjátok, amikor beleszagunk a tornába, itt hátul érzem a cefének az erejét és az illatát. Hogy amikor arról van szó, hogy Krisztus belénk leheli a lelket, ez arról szól, hogy itt valami új teremtés jön létre, új teremtés, amely behatol egészen ide hátra, behatol életem minden sejtjébe, behatol az egész életembe. De ennél a kérdés még nem állhatunk meg, mert van egy mélyebb kép is. Ha mit jelent az, hogy Jézus egy új teremtést hajt végre, amikor az apostoloknak a szájába vagy a orrába leheli a lelket? A Mátétól tegnap megkérdeztem, hogy van-e valamilyen neve annak a befújásnak, amit az újraélesztésnél használnunk kell. Ugye van a 20 melkas nyomás, és aztán van 2 vagy 3 befújás. Itt Európában, ahogyan megtudtam, mi ezt orrban fújjuk be, Amerikában szájba. Tessék, és a lélek, a pünköskopa valami ilyesmi történik. Hogy az az új teremtés azt jelenti, hogy Krisztus a saját maga lelkét leheli be a mi életünkbe. Hogy az az eszméletlen test, ami az én levegőm által kezd el élni, és az én levegőm is tovább él majd benne, beépül az én oxigénem az ő vérellátásába, és életre segíti Krisztus, amikor ma beleheli a lelket a mi életünkbe, egy olyan teremtést hajt végre, hogy már soha nem leszünk egyedül. Az az első teremtés, amikor Isten belelehelte a lelket az emberbe, a világ teremtésekor ezt a életet az ember elrontotta, és átéli a bűnnek a következményét, a magánt. De Krisztus pünköskor beleleheli belénk a lelkét, és átjárhatja mi egész életünket Jézusnak a lelke, hogy, és ezt már nem rontjuk el, hogy soha többé nem leszünk egyedül.
Ez az az új teremtés, testvérek, ez a keresztény embernek az újdonsága, hogy Krisztus már soha nem hagyja el őt. Egy új lehellet, egy új teremtést ünnepelünk a mai napon. Kedves testvérek, ma véget ér a húsvéti ünnepkör, véget ér a húsvéti szent 50 nap, de a pünkösd, a mai ünnep testvérek meghosszabbítja a világ végéig a húsvétot. Meghosszabbítja a világ végéig az, hogy Krisztus, ami ajándékozunk, ő bátorít bennünket és szolgál bennünket. Meghosszabbítja a húsvétot, hogy Jézus él, vagyis hogy képes vagyok hozzáformálódni. És meghosszabbítja a húsvétot, hogy rám tette a kezét, és már soha nem vagyok egyedül. Micsoda ünnep ez, testvérek, az életnek az ünnepe, a többlet élet, a minőségi ugrás élete, az ajándékozásé, a gyümölcsözővé, és a Krisztussal való kapcsolaté. Három kés hoztam testek nektek erre a hétre. Az első, tudok-e, akár puszta jelenlétemben is, bátorító üzenetet küldeni az életemmel? És ennek a másik fele, mire figyelek? Arra, ami nincs, vagy arra, ami van? A második kérdés, mit jelent számomra az, hogy Jézushoz hasonlítani? Mit jelent számomra az, hogy Jézushoz hasonlítani? És a harmadik kérdés, Jézus mennyire része az én életemnek, avagy megkérdezhetnék úgy is, milyen mélyen lélegeztem be Jézust. Amen. Istenem.